Légpuskával vadászott szomszéd gyára Gyula bácsi. Az egész falu retteg a kerekes székes rémtől. A 79 éves nyugdíjas azért lőtt rá Erzsébetre, mert a hölgy felszólította, hogy szállítsa el a szemetet, és... Hol tartottam? Ott, hogy... Ja igen, Google, szomszéd plusz lövöldözés. Azt mondja, gumilövedékkel lőtte hasba szomszédját, mert a kerítésére vizelt. Várjunk csak, ez egy másik hír. Pedig ez is április 21. Egyetlen nap és két ilyen sztori? Miféle emberek élnek ebben az országban? És hogy bánhatnak így azokkal, akikkel egy lakóközösségben élnek? Maga? Maga akar feljelenteni engem? Ne viccelődjünk már, én fogom feljelenteni magát. Hát tudom, hogy kilocsodom ezt azt a Leanderre. Hm? Mi van? Hangos a gyerek? Most tényleg az a baj, hogy délután háromkor rohangál? Hm? Ja, értem, maga akkor sziasztázik, mert mi maga spanyol? Hm? Na jó, tudja mit? Hívja fel. Persze, hívja fel a közös képviselőt. Vén kurva. Szögezzük le már az elején, nem vagyok szomszédgyűlölő. Sőt, vannak nagyon rendes szomszédaim. Akadnak köztük orvosok, tanárok, zenészek, sőt, még rendőrök is. Vagyis elmondhatjuk, hogy az általam ismert szomszédok egészen hasznos tagjai a társadalomnak. De még ők is azt vallják, hogy nem szeretnék, hogyha a szomszédjukba szomszédok költöznének. És hát lássuk be, igazuk van. Az okokat ismerjük. Ami vidéken a vasárnap reggel flexelő seggfej, az a körúti Airbnb-ben Erasmusra ordítva kefélő katalánskót bajor Erasmusos szexkomuna. Ami báza keretjén a hármas golf ményomóját Mario Sultánóval tesztelő népes társaság, az a zuglói társasházban a felújító államtitkár helyettes, aki háromszor vereti le légkalapáccsal a fürdőszobájában a kararai márványt, hogy aztán, amikor végre elégedett, ő szóljon be a körfolyoson hangosan vágtázó gyerekek miatt. Amúgy ez utóbbi szokott a legjobban felháborodni azon, hogyha a szultánóék a szomszédba költöznek. Ezek itt cigányok. Cigányok? Csukd be az összes bejáratot! És a szomszédok nem csak a fülünket, de az orrunkat sem kímélik. Ki gépen száll fölébe annak térképe táj, és azonnal kiszúrja a lángoktól öleltelkén avart, szemetet, gumit, ruhát égető pirománuelt, az ő nagyvárosi hasonmása a virslitől az almán át a disznószárnyig bármit panérba forgató, a lakóközösség bőrét, ruháját, tüdejét étolajos karcinogénekkel bevonó gondos családanya. Aztán ott van az émeítő illatokat árasztó, gyógynövényeket aszaló, porciózó és zacskózó vidéki füvesember, és a szintén émeítő illatokat árasztó, gyógynövényeket aszaló, szárító, porciózó és zacskózó városi füvesember, vagy tudományos nevén a biciklis futár. Őt nem csak a szomszédai, de valamiért a rendőrök is utálják. Aztán a hangos büdös csoport mellett legalább annyira idegesítőek az imperialisták, akik túlterjeszkednek természetes határaikon. Ott van például mindannyiunk közös ismerőse, Feri, aki majdnem autószerelőként végzett, majdnem basszusgitáros lett a P-mobilban, majdnem elvitték az MB2-be focizni, végül teljesen alkoholista lett. Azóta rohadó karosszéria elemekből, építési törmelékekből, üres üvegekből a napot is eltakaró emlékművet állított az udvarára, és részben a szomszéd udvarra is. A birodalomépítő csoporthoz tartozik nagyvárosi Kriszti is, aki lassú, de agresszív magabiztossággal, biciklikkel, cipőtárolókkal, hibiszkusszal, hűtőszekrénnyel, állószaunával foglalja be a gangot, és mivel hely már nincs, a folyosóra száműzött férje a szemközti ajtó kémlelő nyílásába fújja a cigi füstöt. A parasztház ablakából leselkedő bolond néni városi változata pedig, hát, nos, az itt is, az ablakból leselkedő bolond néni, amúgy ők a legidegesítőbbek. Folyton a kukucskálóra tapadnak, és csak figyelnek. Nincs magánéleted.
Tisztelt közös képviselő, a szomszéd cigifüstje legutóbb is majdnem kiszúrta a szemem. És persze ott vannak azok az esetek többségében csendes, átlagos életet élő polgárok, akik történetesen a saját nemükhöz vonzódnak és gyereket nevelnek. Ám, ha téged ez zavar, a jövőben Varga Judit miniszterasszony új törvényének köszönhetően feljelentheted őket. Ja. Igen. Jól hallottad. Ilyen országban élsz. Ahogy Lázár János mondta, nyilas és kommunista házmesterek országa vagyunk. Gyors játék, ki legyen inkább a szomszédod? Egy gyereket nevelő meleg pár, vagy a kis családot szétszakítani akaró Varga Judit? Na de miért utáljuk ennyire a szomszédainkat? Lássuk a kezdeteket. Íme a 9000 éves törökországi csatal hülyük, ami tele volt csatak hülyékkel. És tényleg milyen hülyék voltak, nem? Egymás nyakán éltek, apró kődobozokban, folyton beáztatta őket a felettük lakó. Egymás bűzét szagolták, ráadásul olyan vékonyak voltak a falak, hogyha este levetkőztek, el kellett oltaniuk a fákját, mert az árnyékuk átlátszott a falon. És persze folyton egymást lesték, fenyegették, feljelentgették, a másik küszöbére öntötték a romlott mamut húst, és mindazt képzelte, hogy példás életet él, csakis a másik a hülye. Azóta persze összegyűlt 9000 év együttélési tapasztalata, és nem változott semmi. Továbbra is egymás nyakán élünk, érzékszerveinkkel a másik által keltett légköri jelenségekre koncentrálunk, legyen az hangos veszekedés, harsona lecke, odaégett töltött káposzta vagy zajos nagypapafing. És aki olyan szerencsés, hogy családi házba költözik, néhány óra múlva hangos motoros fűrészelésbe kezd, hogy az utca végében lakó is tiszta szívéből gyűlölhesse. A magyar ember azt hazudja magának, hogy békére és nyugalomra vágyik, pedig csak egy valamit utál jobban annál, ha van valaki a szomszédjában. Azt, ha nincs. Imádjuk utálni egymást. A szomszédok sorozat legkínosabb lódítása nem az volt, hogy a lakótelepi életet idealizálta, hanem hogy azt hazudta, hogy a szomszédok általában kedvelik egymást. Szóval együtt élni sosem volt könnyű, de az, hogy nekünk magyaroknak miért ilyen különösen nehéz, arra vezethető vissza, amit egyes társadalomtudósok magyar individualizmusnak neveznek. Ilyen szépen írják körül, hogy a magyar ember törődésre, együttérzésre való hajlandósága nagyjából a küszöbéig terjed. A Méltányosság Központ tanulmánya szerint ráadásul antikonformisták is vagyunk. Ilyen szépen írják körül, hogy baszunk az együttélést megkönnyítő szabályokra is. Na de lássuk, hogy mit írnak még. Figyeljél nagyon, mert egy picit bonyolult lesz. Figyelj! Ha a konformitást felbontjuk közösségi és vezető iránti lojalitásra, akkor négy típust különböztetünk meg. Vezetőhöz is, közösséghez is lojális típus, vezetőhöz nem, de közösséghez lojális típus, és fordítva, valamint az egyikhez sem lojális típus. A magyarok ideáltipikusan azzal a karakterrel azonosulnak, amelyik egyikhez sem lojális. Se a vezetőhöz, se a közösséghez. Jaj, de szépen körülírták, hogy senkit se tisztelünk, és nem az elvekhez, hanem a legtöbbet ígérő ajánlathoz vagyunk hűségesek. Kitöltötte a nemzeti konzultációt? Persze. Visszaküldte? Persze. A szankcióval azt szeretném, hogy szorítsák még jobban egy picit a hurkot. A Putyin torkám? Nem. A Putyintól nem. Mert Putyintól kapjuk. Azért Viktor bácsinak annyi van Putyintól, ami lehetőleg megadatott. Mészáros Lőrincet tudja kicsoda, nem? Nekem sem, nem rokonom. De tudja ki az. Hát és akkor mi van? Mit gondol a vagyonosodásáról? Semmit. Jól van úgy? Hát csak úgy lehet vagyon kapni, ha van valami vagyonom. Én elmegyek magával szépen a kóba, és megmondom, hogy ha kifizeti, akkor azt mondom, hogy jól jártam. És én mit kérhetek cserébe? Egy szavazati jogot. Komolyan? Odaadná a szavazatát, ha bevásárolnék magának a kóban? Igen. Komolyan? Igen. És mit kéne vennem ehhez a kóban? Nagy kosára jönnénk ki. Még jó, hogy nem használja ki ezt a politika, nem?
A végén még pont egy olyan ember vezetné Magyarországot, aki magához se és a magyar emberekhez se hűséges. Mondjuk az itt élőknek minden oka megvan arra, hogy ne bízzanak a hatalomban és a közösségben sem, ahova tartoznak. Nincsenek jó tapasztalataink sem a szervezet, sem az organikus szerveződésekkel. Nem is igazán értjük, hogy hogyan működnek. Csak a személyes, legfeljebb a családunkat érintő kérdésekben merünk lépni. Így aztán a magyar ember ellensége, akivel a siker reményében szembeszállhat, kicsi és helyi. Az eladó, a pénztáros, a szomszéd, az ellenőr, a parkolóőr, az asszisztensnő, a házmester, a fia és a kéményseprő, egy szóval a másik kisember. Minél kisebb egy ügy, mondjuk valaki a párkányra hamuzott, annál határozottabban lépünk fel. Ha nagyobb az ügy, megbénulunk. Ismerős? Belvárosi bérház, lakógyűlés. 70 lakó, 2 perces vita után ellenszavazat nélkül fogadja el az éves költségvetést, de ha a téma az, hogy 60 vagy 100 wattos izzók világítsák meg a pince lépcsőt, 3,5 órás vita, síró nénivel, átkozódó mérnök úrral, ordibáló passzív-agresszív kismamával, őrjöngő tolószékes rokkant nyugdíjassal és a dudolgató neonáci alkesszel a 6. Az izzóért szövetkezünk, érvelünk, örre megyünk, azt értjük, az a mi szellemi horizontunk. Egyszerűbben nem igazán funkcionálunk társadalomként, és egy ilyen világban a szomszéd is ellenség.